Szeretettel üdvözöllek benneteket Mizserfa településen, Vukács Józsi bácsi házana, aki nagy állatbarát, és szeretnénk megkérdezni tőle, hogy honnan jött neki ez az állatokkal való szeretete. Gyerekkoromtól, meg szerintem apámnak a hatására, mert valamikor ő is tartott madarat, galambot, nyulat, minden nyúlszágokat. És tömöző, sokáig nem engedték nekem, de egyszer itt Mizserfán volt egy építkezés, és annak a gazdája adott egy pár galambot, utána elkerültünk mentünk rokonhoz Győrbe, onnan ma 10 galambokat hoztam, mert ezek az elsők, ezek posták voltak, onnan hoztam komáromi bukó, budapesti rövid csőrű, volt magyar szarka, megkartoztam, az ma jött. Végül beléptem itt a Tarjón Egyesületbe, és addig, míg föl nem oszlott, addig ott voltam az Egyesületben tag. Sajnos ma most nincs. Mielőtt az állatkákat megnéznénk, esetleg lencse végre tudnánk venni, akkor fel tudná nekünk sorolni, hogy milyen hányfajta, meg milyen állatokat nevelget? Hát van kanári, gyémántgalam, rozella papagáj, akkor van egy amerikai pirók is, sajnos magába, akkor galambok, az galambok van röpposta, alföldi dudoros posta, román kopasznyakú, magyar begyes, nagy testű. Hát nagy testű is van. Akkor van teknős béka, futókacsa, indiai futókacsa, vagy mondjak, ez egy csigaevőnek is, mert a mesztelen csigát összeszedi. Liba. Aranyfalcán. Aranyfalcán is. Akkor szerintem azt kérnénk, hogy mindezeket az állatokat, hogyha lehet, szeretnénk lencse végre venni. Jó, rendben. Köszönjük Vukács Józsefnek, hogy bemutatta állatparkját.